hova? Szia, Léna. Szia. Jaj, nem lettél köröm lakos? Nem tudom, nem látom. Új a hajad. Ja, igen, nehéz volt megszokni. Mit csinálsz itt? Hazajöttél? Gondoltam, benézek. A nagyon helyes. Nem zavarok? Ja, nem, dehogy is. Van kedved sétálni? Aha. Mutatok valamit. Ajaj, ugye nem kell félni. Aj, nem. Na, fölkapok valamit és mehetünk. Lassú! Várj meg! Na, tudod, Sanyáék. Sanyáék? Hát a csavaros fagyi. Ja, az együttesed. Á, már nem. Kiléptem. Nem mondtam? Hát nem mondtad. Azt hiszem egy éve. Nem volt már olyan, mint régen. Akkor mi lesz az énekesnői álomkarriereddel? És akkor a macskáknak és a karrierednek is off? Milyen macskáknak? Mindig azt mondtad, hogy macskás öreg néni szeretnél lenni. Hát, még most is lehet 100 macskánk. Na nézd, most lett kész. Aszta! Na, itt aztán nem tudnánk a nádasban elbújva figyelni. Igen, elég gyerekbarát hely lett. Na, megnézzük? Aha. Hallod ezt? Aj, mi ez? Aj, mi is ez? Fú. Passz, nem tudom. Ez hiperkarma. Tényleg, hogy van, várjál. Na, ezt te is tudod. Igen. Süket füllel, könnyebb úszni, visszahúznak, de hát ez van. Csak azt nem tudni, hogy te mi a faszért jársz el szórakozni, mert alszol szinte egész végig, és csak akkor kezdik, a pulból méri. És már olyan mindegy, hogy mennyit is iszol, és olyan mindegy, hogy mit is gondol. S marára nem baj, ha sosem bírtak, akik azt se tudják, hogy olyan hívnak ez az egész. Kopás! Nem lehetne még egy kicsit? Tudod, kivel találkoztam Londonban? Na? A Marcsi nénivel. Kivel? Tud, a Marcsi nénivel. Szerbusztok, galambocskáim, mindenki csendesedjen el, egy cica videó. Marcsi néni, Isten, tényleg. Ja, valaki mondta is, hogy kiköltözött a férjével. Emlékszel, amikor egy padba ültetett? Mert hogy torpedóztunk a hátsó padba a Balogh Lacival. Tényleg. Ha, nem is emlékeztem, hogy így lettünk pattársak. Ja. Tökre be voltam parázva, hogy mellét kell ülnöm. Miért? A következő órán azzal szórakoztam, hogy besatíroztam a betűket. De nem voltál nem a radír. Még nem mertem tőled kérni. Aztán egyszer csak szó nélkül átjústattad a radírod. Eper alakú volt, kis pöttyökkel, és nagyon finom illata volt. De erre nem is emlékszem. Ne. Azt mondtam neked, hogy elhagytam, de otthon őrizgettem. Ó, szóval egy lopással kezdődött a barátságunk? Hát akkor vissza is adhatnád, nem? Hát az elég bajos lenne, mert azt hiszem a Béla megette. Jaj, ne! Úristen, Bélus! Hát igen, nagyon finom illata volt, tudod? Aztán ő meg a végére már nem volt túl válogatós, szóval... Hát igen. 16 év. Azért a sok, nem?
Tudtad, hogy egyszer miattad szakítottam? Miért? Mert nem bírta a pasit, hogy olyan jó barátok vagyunk? Aznap elkísértél arra a fotókiállításra a műpában. Emlékszem. Na, akkor jöttem rá, hogy nem akarok olyan fiúval járni, mint a Pintér Feri. Be nem tette volna a lábát egy olyan helyre, ahol ki van írva, hogy hol a WC. Jó, van, akkoriban én is folyton buliztam, meg piáltam. Igen, de veled lehetett beszélgetni. Meg amúgy is elkísértél egy kortárs fotókiállításra. Aztán másnap szóltál, hogy beszélni akarsz velem. Én meg azt hittem, hogy... Aztán közölted, hogy kiköltözöl Londonba. Léna, azért jöttem vissza. Nem nézzük meg azt a csúszatot. De figyelj, én azért csak azért jöttem haza, mert azt akarsz... És mégis hogy gondoltad? Hogy hazaköltözöl? Vagy én költözök ki veled? Bármi. Előléptettek. Elértem, amit akartam, de hát hazajöttem, mert mégis azt... Persze, szóval nem jössz haza, értem. Ez nevetséges, komolyan 86-odjára folytatjuk le ezt a beszélgetést, hát nem unod már. Értem. Most meg hová mész? Tomi! Várj! Barátok vagyunk. Léna, te ismersz engem a legjobban. Tudod, hogy... Mennyasszony vagyok. Tudom. Tuti, mi leszünk az elsők, akik kipróbálják. Léna! Léna! Gyere velem! Gyere velem! Büszke legyél rá. Persze. Árjál, már nem akar tiszta lenni. Jó fogás ez. Szép. Nagy. Jó. Jó az ide. Látszik? Na hát nem akar éles lenni. Így jó. Találtam egy kiadó lakóhajót. Camdenben? Azon a kis folyón? Igen. Egész nagy. Mondjuk nincs közel a sétáló utca, de közel a metró. 20 perc alatt bevisz. Léna! Haza kell mennem. Állj meg! Addig foglak követni, amíg meg nem állsz. Ez nagyon önző és igazságtalan. Tudom, hogy az utolsó pillanatban, de itt vagyok. Nekem van itthon egy életem. Igen. A szöges ellentéte annak, amit elképzeltél. Honnan tudod te? Felnőttem és kurvára megváltozott minden. Ez nem igaz. De igaz, és hogyha nem lennél ennyire idióta, te is rájönnél. Működne. Te is tudod. Nem. Nem igaz. Tudom, hogy te is el akarsz innen szökni. Gyere velem. Nem. Nem. Akkor mondd azt, hogy nem akarsz velem lenni, és elmegyek.
Nem akarok. Na, mi van, nem mész? Sosem mondja, csak nevetgél, hogy neki nincsen gondja, pedig eleve nem neszi meg a penész, érted? Sokra képes, aki szeret téged, és hiába mondod, sosem kérted. És hiába mondod, hogy azt nem lehet. És te hiába látod, hogy szép az élet, nem látja senki más, cseszheted.